Jön a tavasz, legalábbis ezt jelzik számunkra a tavasz hírnökei. A medvék nem bújtak vissza barlangjaikba, a hóvirág pedig már január végén kivirágzott. De vajon bízhatunk-e abban, hogy tényleg elűztük a telet, és jön a tavaszias idő? Az elmúlt éveket tapasztalva, számtalanszor becsapott már minket ez az évszak, és a tréfa legnagyobb elszenvedői nem is mi, hanem a természet volt. Mai vendégünk dr. Sipos József növényorvos, akivel arról beszélgetünk, hogy miért kezdődött ennyire hamar a természet éledezése, és hogy miért vált védetté a szinte minden kertben megtalálható hóvirág. Üdvözlöm, köszöntöm a stúdiónkban! Kezi csókolom, szeretettel köszöntöm Önt és a kedves nézőket! Mennyire jelent problémát az, hogy ilyen korán virágoznak a hóvirágok? Tehát már január végén megjelentek, és most is csak február eleje van, és mindenhol látni a hóvirágokat. Ez mekkora probléma? A tavasz csodálatos hírnökei, ezek a virágok, itt kiemelném a hóvirágot, vagy a mogyoró, vagy a fűz, amely ugye barka virágzatba hozza a virágport, sok mindenről árulkodik. A kikelet megérkezett, és ez azt mutatja, hogy a hőszeg szempontjából nem volt átfogó a hideg tél. Attól, hogy pár napig voltak mínuszfokos hőmérsékletek, ez a hagymából fejlődő növényt igazából nem blokkolta, nem tartotta vissza a fejlődésbe, és mutatja, hogy kedvező az időjárás, és fejlődik a növény. Elgondolkodható, hogy ilyen korán megjelent igazából a tél után a tavasz, és ez maga után hozza, hogy a többi növény életére is sajnos lehet, hogy negatív hatással is lehet. Mit kell tudnunk erről az apró, ám mégis annál szebb kis virágról, a hóvirágról? Ez a csodálatos virág, amely szinte tényleg mindjárt az emberek szemlátomást gyönyörködünk benne, ez egy hagymás növény. Az Európába, illetve eurázsiai részen 21 fajt írtak le, és ebből Magyarországon 6 található. Itt kiemelném például a karcsút, az érdeslevelőt, a bolonoféle hóvirágokat, és ami nagyon lényeges, hogy vagy magába, vagy ligetekbe található ez a növény. Hagymás növény. Általában egy hagymából egy virágszárat fejleszt a növény, kicsit ilyen érdes, kettős kis levele van a növénynek, és 3 szíromlevélből tevődik össze a virágzata. Nem vonza a beporzó rovarokat, neki nincsen illata, nincsen nektártermelő képessége ennek a növénynek, de ami érdekes, nem fogyasztható. Ne fogyasszuk, vagy ha hozzá is érintjük a kezünket, utána mossunk kezet, és ami nagyon fontos, hogy sajnos nem tudjuk bevinni az asztalra dísznek, mert ez a növény az Európai Uniós környezetvédelmi szabályozások tekintetében is védett növényé minősítették. 10 000 forintot jelent egy növénynek a leszakítása, letépése után, ha valakit elkapnak, hogy hóvirágot szállít. Érdemes rá figyelni. Jól alkalmazkodik. Általában azokon a helyeken, ahol már a korak tavaszi pirkadatkora nap odasüt, már ő megtalálja az életfeltételét, fák alatt, szegélyezett kis kövek környékén, vagy az épületeknek a környékén, és egyből tudja hasznosítani a meleget, és már is azt a pici meleg után már díszlik is kertjeinkbe. Említette itt, hogy védett virágról beszélünk, mitől válik védetté egy virág? Azért vált védetté a virág, mert egyre jobban ez a fajgazdagsága kezdett csökkenni, hiszen az országban is, például ott Hévíz környékén, Zalába, és vannak olyan területek, amely érintetlen hóvirágos füvenyt tudnak kialakítani. És a faj, amit említettem, az a 21-ből Magyarországon 6, hogyha intenzíven szedik le ezeket a növényeket, akkor a veszélyeztetettségi szintjük megemelkedik, és eltűnhetnek ezek a növények. Meg a másik, ami nagyon lényeges, hogy a környezet és a klímaváltozás változásaira ez a növény is rendkívüli módon érzékenyen reagál. Ezért átvédetté. Vannak olyan szóbeszédek, miszerint a saját kertünkben lévő hóvirágot bevihetjük az asztalra. Ezt megcáfolná, vagy esetleg igazat tenne ebben a kérdésben számunkra? Hát igen, ha szigorúan a törvényi előírásokat követjük, akkor ez se szabadna, mert ugye mindenhol védetté van minősítve ez a növény, de bizony láttam, és ugye aki otthon gazdálkodik, vagy gondozza ezeket a növényeket, akkor leszokták venni, és akkor láttam már, hogy egy kis pohárba díszlik a hóvirág. Ha szigorúan nézem, akkor ugye azt a növényt is inkább hagyjuk ott, fejlődjön, hiszen a kis sziget a következő évben tud egy kicsit fejlődni, mindig egy picivel nagyobb tud kialakulni,
inkább hagyjuk meg ezt, hogy nőjön az a kis virágsziget, és egyre jobban tudja díszíteni kora tavasszal a kertjeinket. Tehát a tanulság az, hogy azért sokkal jobban mutatnak a hóvirágok kint, mint bent, és próbáljunk ennek eleget tenni. Van olyan, amit még tehetünk a saját kis hóvirágainkért, amivel tudjuk támogatni azt, hogy minél több hóvirág legyen a saját kertünkben? Mindenféleképpen igen. Első legfontosabb, hogy a növények körül a talajt egy picit megmozgatjuk, kicsit tápanyaggal feltöltjük, ezeket nagyon jó meghálálja, mert tudni kell, hogy a hóvirág már vannak olyan változatai, amelyek már ősszel képesek virágozni, de a legtöbbi általában kora tavasszal. Ilyenkor, ha van lehetőségünk, egy kis lomtrágyával is meg lehet őket öntözni, annak érdekében, hogy szép, fejlettebb vegetatív részt alakítson ki, és egy pici kis foszfor tápanyaggal pedig meg tudjuk erősíteni, akkor pedig a virágzatot tudjuk növelni, és a szép, teltebb lomb, kis sziromlevelek alakulnak ki a lombozat mellett. Visszatérve, még az előző gondolathoz szeretném megosztani önnel és a kedves nézőkkel, hogy amerre én járok, és a fiataloknak is próbálom átadni az ismereteket, mindig azt mondom, hogy legyen az erdő egy érintetlen vidék. Hagyjuk a természet egyensúlyát megélni, és a természet gyönyörűen szabályozza önmagát. Sokszor a szemmel látott csodát vegyük magunkhoz, vigyük magunkhoz, mert ez sokszor maradandóbb, mint ha elkezdünk fotózgatni, vagy ha letépnénk, levennénk a növényt. Ha levesszük ezt a növényt, egy-két óra múlva már lankad, elszárad és elhulajtja a levélzetét. Ne bántsuk, hanem inkább hagyjuk, és akkor a természet szépen csodákra képes. Ezek a gondolatok valóban nagyon fontosak, és hogyha egy-két óra múlva elhárvad a leszakított virág, akkor sokkal többet vesztünk, mint hogyha ugye nem bántanánk és hagynánk őket. Meddig lehet gyönyörködni a hóvirágokba? Tehát elkezd éppen a tavasz megjöttével virágozni, de meddig láthatóak a hóvirágok? A hóvirágnak egy érdekes tulajdonsága, hogy nagyon jól tűri azért a hideget. Tehát a fagyokat nem. Tehát sokszor tapasztalom én is a saját kertembe, nagyon szép kis liget van a sarokba, és mondok még egy ilyen csodálatos növényt, amely majd később fog virágozni, az a gyöngyvirág. Tehát hasonlóan egy picit csak idő eltolással van a két növény, ő is egy kis szigetekbe fejlődik. Tudni kell, hogy a hóvirág már a mínuszfokok, -1 fok, +5 fokok között is szépen tolja ki magát, és a legjobban és tartósabban a virágzási ideje körülbelül 5 fok körül, 5-7 fok között zajlik. Ha hideg éri az esti órákba, akkor picit összehúzódik a virágszirom, úgy megbókol a növény, és utána, szépen utána, hogy rásüt a nap, a következő nap újra fejlődik. Meddig tud így csodálatosan virágozni? Általában a nyílás pillanatától körülbelül 1,5-2 hétig is képes úgy azért ezzel a kis virágzattal játszani a növény, de utána szép lassan elhulajtja a virágszirmát és leszárad a virágzati tengely. Majd elszórja azokat a pici kis magokat, amelyek ott fejlődnek. Összefoglalva, akkor milyen hatással van a hóvirágokra az, hogy nem volt olyan nagyon erős a tél, sokáig jó idő volt, aztán mégis fagyott egy kicsit, és ilyen hamar megjelentek ezek a hóvirágok. Környezetváltozás hatása mutatja a jelenlétét, ami azt jelenti, hogy nagyon rövid periódusig van hideg. Tehát pont a hideg hatásnak nagy szüksége lenne, pont a növények életére is, illetve a károsítóknak a gyérítésében is. Nincs tél. Ez maga után hozza, hogy lerövidül a téli időszak, és már egyre korábbra jön a hóvirágnak, a tavaszi virágzásának kezdete. Régen, február végén, március elején érkezett a hóvirág, ma már itt vagyunk január végén, és február elején már gyönyörűen virágzik a hóvirág, virágoznak a hóvirág ligetek. Ezt mutatja az elsődleges dolog. Másik, pedig ezeket a növényeket is gondozni kell, érdemes odafigyelni, pláne saját kis kertjeinkbe. Harmadik, ne tépjük le, ne vegyük le, egy az, hogy védett is, mérgező is, hagyjuk a szemnek a gyönyörködtető szép látványt. Ön mit gondol, becsapós lesz az idei tavasz a növények, virágok tekintetében, mit tehetünk mi, akár kertkedvelők, akár csak azoknak, akiknek van a kertjében bármilyen növény?
Nagyon nehéz megítélni, hogy milyen időjárás várható 2024 tavaszára és a nyári időszakra. Az előrejelzések alapján azt mutatják a matematikai és statisztikai modellek és előrejelzés, hogy egy meleg, forró nyár elé nézünk. Jelenleg az időjárás tekintetében nem kedvező az időjárás. Tehát egy az, hogy ez a nagy szélsőséges hőmérséklet ingadozás, hogy még volt 18 fok és utána 0-1 fokos hőmérséklet, nem csak az emberi szervezetet, a magas a rendű élő szervezetet, hanem a növényeket is megviseli. Megindul a netkeringés, megindul az élet, akár a fák rügyeitől kezdve a lágyszárókig. Ez stressz tényezőként hat a növények életére, és bizony ez a későbbi virágzásukra, későbbi terméskötődésükre és a termésnek a kinevelésére komoly stressz tényezőként jelenhet meg. Bizakodjunk, hogy hát azért szép tavaszunk lesz mindannyiunk számára. Ennél jobb gondolatokkal nem is búcsúzhatnánk nézőinktől. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött a stúdiónkban, és ezt az értékes beszélgetést, és a nagyon jó tippeket is köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, és bízok benne, hogy mindenkinek már szépen virágzik a hóvirág. Kezi csókolom, viszontlátásra. Nézőinktől pedig most búcsúzunk, köszönjük szépen a figyelmüket, és nézzék továbbra is az Egyetem TV adásait. Viszontlátásra!